Megbeszéljük. A vonalban Rajcsányi Gellért újságíró, a konzervatív Mandiner hír- és véleményportál főszerkesztő helyettese. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Azért hívtuk föl, mert feltűnt nekem az elmúlt napokban, hogy amikor Posgai Imre 80. születésnapja alkalmából például készült vele egy interjú a Magyar Nemzetben, aztán Áder János köztársasági elnök vacsorán látta őt vendégül, a Mandineren ön személy szerint tulajdonképpen pikírt kommentárokat, vagy kommentárt fűzött az egészhez, és tulajdonképpen nagyon kevesen vannak a jobb oldalon, akiknek nem tetszik az, hogy Posgai Imrét ennyire keblére öleli a mai jobb oldal, a mai Fidesz. Önnek miért nem tetszik? Őszintén szóval én még pikírt megjegyzést sem tettem ahhoz, nem, még hogy Posgai Imre mit pikírt mondott, tényeket. Hát önmagában néhány tényt felsorolt, ami az ő életrajzából következik, idézve azt, hogy nagyjából arról beszélt egy interjúban, hogy, hogy nagyjából jókor volt jó helyen, és mindig igyekezett meglátni a változó történelmi helyzetekben, hogy, hogy mik a lehetőségek, és ennek kapcsán fel lehet sorolni az teljesen tisztán megjegyzések, kommentár nélkül az ő életútját, hogy ő mit csinált 1950-ben, vagy 56-ban, meg természetesen 89-ben is. És hát azért ez így tanulságos, és természetesen személy szerint én nagyon jó egészséget kívánok Posgai Imrének, az embernek a születésnapi alkalmából, és természetesen azért is tisztelet illeti meg az utókor részéről, hogy 89-ben nagyon röviddel a rendszerváltás előtt hogyan fogalmazott a párt egyik vezetőjeként az 56-os forradalomról, tehát az, hogy ő elismerte, hogy népfelkelés volt. Csak hogy azért ő nem akkor került a politikának a közelébe, hanem ő 1950-ben 17 évesen belépett a Magyar Dolgozók Pártjába, tehát a történet az innen indul. Igen, és ahogy ugyancsak a Mandineren jelent meg annak az 57-es cikknek tulajdonképpen faksimiléje is ott van, de leírják, hogy olvashatóbb is legyen. Forradalom vagy ellenforradalom volt a címe. Annak a cikknek a Petőfi népe 57. december 15-i számában, ahol, hát enyhén szólva, a legkeményebben és a legdurvábban szállt szembe az 56-os forradalmárokkal. Úgyhogy a Mandiner ilyen értelemben teszi a dolgát. Én ezt is önmagában pikírtnek nevezem, miközben csak a tényt közlik, hogy mi volt Posgai 57-ben, de ezért is kénytelen vagyok megkérdezni még egyszer, hogy vajon a mai jobboldal, vagy a mai Fidesz miért nem? Én értem, hogy vannak itt politikai megfontolások, meg azt is értem, hogy hát Istenem, ha ő átállta a balról a jobboldalra, azt valamilyen módon a jobboldalon méltányolják, de miért nincsenek olyan önökhöz hasonló magukat függetlennek gondoló jobboldali értelmiségiek, akik számára ez nem olyan magától értetődő, vagy nem annyira egyértelműen üdvözlendő, hanem bizony nem volna szabad elfeledni a múltat sem. Hát ami az én célom, illetve a mi célunk, akár így ennek kapcsán is, hiszen itt tényleg egy a posgai téma az most bekerült a közéletbe, tehát hogy a dolgokat a helyükre rakjuk. Tehát tényleg az van, tehát el kell ismerni, hogy ő 89-ben ő névfelkelésről beszélt, ez kitörölhetetlenül elsőként megmaradt. Elsőként a politikusok de nem lehet kitörölni azt sem, hogy előtte volt egy kereken 40 éves pályafutása a pártállamban. És azért ő valahonnan elindult 1950-ben, meg 56-ban is, amikor belépett nagyon hamar az MSZMP-be is. És itt a probléma az, hogy igazából nem csak a magyar jobboldal, hanem a magyar, tulajdonképpen a magyar demokrácia 89 után az onnan indul el, hogy 56 az forradalom volt, és nekünk az 56-os forradalmárok, az 56-os megtorláson meghalt emberek, azok, akik 56-ot már akkor ugyanabban az időben, illetve a következő években is forradalomnak, illetve szabadságharcnak tekintették. Tehát innen ered szerintem a magyar demokrácia önazonossága, nem beszélve a magyar jobboldalról is egy 56-ot forradalomnak tartják. Tehát itt kell súlyozni abban, hogy kiket tekintünk hőseinknek, illetve kiket tartunk igazán tiszteletre méltó embereknek, például Márai Sándort, aki tudjuk, hogy mit írt 56-ról, vagy Faludi Györgyöt, vagy bárki más, Csészabó Lászlót, minden olyan emigráns írót, aki szabadon beszélhetett 56 után nyugaton, vagy ott vannak azok az írók, akik pedig szilenciumra ítéltettek. És hát itt volt akkor egy fiatal pártpolitikus, Posgai Imre, aki pedig nagyon keményen fogalmazott 57-ben az 56-os hősökről, még abban az időben, amikor
amikor egyébként ezeket a hősöket még ugye kivégezték, meg folytak ellenük a koncepciós perek. Tehát innen ered az ő története, és ez az, amit nem lehet elfeledni a jövőben sem, hozzátéve a 89-ben nagyon pozitív szerepét, amikor ő névfelkelésről beszélt. Igen, senki nem akarja tőle ezt elvenni, és ha valaki mégis megpróbálná, az méltánytalan volna Pozsgaival szemben, de még egyszer, harmadszor is meg kell kérdeznem, hogy van az, hogy a jobb oldalon csak mutatóban vannak olyanok, mint önök, vagy mint ön? Vagy még mutatóban sincsenek? Szerintem ez hosszúra vezet úgy, hogy a jobb oldalon belül vannak olyan értelmiségi rétegek, akik mondjuk a népi baloldalon, vagy a 80-as évek, meg azt mondja, hogy az évtizedek népi mozgalmaiból indultak el szellemileg, és ugye Pozsgai Imrével ők közeli kapcsolatban voltak nagyon sokáig, és ezért ők és kaptak rajta keresztül lehetőséget. Ez ugye történészek erről írtak, sok mindenki tud ilyet mondani. És ugye mostani jobb oldalon azért egy befolyásos szereplők, idősebb szereplők szintén ebből a körből kerültek ki. De az igaz, hogy szerintem nem vagyunk egyedül abban, hogy a fiatal jobb oldalon mi azért szeretnénk más arányokban látni Pozsgainak a szerepét, és nem biztos, hogy ő sőt, hát hozzá képest azért vannak olyan szereplők is az elmúlt 40-50 évből, akik jóval inkább megérdemlik azt, hogy a jobb oldal teljes mértékben a keblére ölelje őket. Vannak olyanok az esetleg korábbi baloldalból is, úgy gondolja, mert végül is Pozsgai annyiból kiri a mostani közszereplők közül, még a mai politikusok közül is, hogy lényegében ő az, aki egyetlenként aktív maradt a rendszerváltás után úgy, hogy előzőleg az MSZMP politikai bizottságának, tehát legfőbb döntéshozó szervének volt a tagja. Ilyen rajta kívül nem volt 89 után. Hát szerintem az, hogy voltak olyan autonóm baloldali gondolkodó emberek, akik a totalitárius állammal szemben felemelték a szavukat, akár magyarok vagy magyar származásúak, tehát még Faludi Györgyet is közéjük sorolnám valamennyire, illetve Köszler Artúrt, aki magyar származású volt. De akkor jöjjünk közelebb, mert Vitányi Ivánt is nyugodtan lehet, nem? Aki még most is aktív politikus. Nézd, én mondjuk lehet, hogy Vitányi Ivánt nagyjából hasonló szerep, vagy hasonló helyzetben hasonlóan tudnám megítélni, mint Pozsgai Imrét, persze távolról nézve. Tehát nyilván Vitányi Ivánnak is szerepe volt a baloldalnak az alakulásában a 90-es években, és hát azért jóval keményebb vonalas szereplők határozták meg a pártállamban is az országnak az irányítását, mint Vitányi Iván. Tehát ezt így el tudom róla ismerni, de hát nem elsősorban Vitányi Iván az, akit én politikailag követnék, illetve nem akarnám önt megtéríteni. Csak arra gondoltam, hogy hát ha már a baloldalról el kell, vagy el lehet ismerni, vagy normális volna elismerni valakit, az illetőnek a politikai, vagy közéleti, vagy történelmi szerepét, és ebbe beletartozik Pozsgai Imre is, mert kétségtelenül voltak komoly érdemei, akkor, és ez volt a kérdésem, nem lehetne a baloldalról másokat is elővenni, hogy de méltányoljuk XY-t, akár Vitányi Ivánt is ki lehetne tüntetni, még egy jobboldali kormánynak is, mert becsületes, tisztességes, bár baloldali politikát folytatott sokáig, és ebben még csak olyan fajta furcsa fordulatokat se lehetett felfedezni, mint Pozsgai életében. Hát nem volt ez normális? Vitányi Iván egész életében, fiatal korától kezdve elkötelezett baloldali ember, erről, tehát így szó se róla. Viszont tehát az ő politikusi múltja is az előző rendszerben ered. Tehát tényleg, tehát én annak örülök, és azt szerintem fontos, hogy próbáljunk a régi begyöpösödött álkokon keresztül is gondolkodni, és Vitányi Iván is nyilván bizonyos szempontból megérdemel súlyozásokat. Én úgy gondolom, ugyanígy Pozsgai Imre is megérdemli azt, hogy ne csak arról beszéljünk, hogy 89-ben ma született bárányként mit mondott, hanem az, hogy ő egyébként mit írt, tehát pozícióban, már fiatal, de pozícióban lévő emberként 57-ben. Mert hogy szerintem a magyar demokrácia hősei azok, akik 56-ban az életüket adták a magyar szabadságért, és nem elsősorban azok, akik ugyanebben az időben ezek ellen a forradalmárok ellen írtak cikkeket a létező pártállami sajtóba. Akkor most csak egy sajtóval kapcsolatos kérdés az újságíróhoz, hogy nyilvánvalóan olvasta a Magyar Nemzet egész oldalas interjúját Pozsgai Imrével. Így képzelte el a Fidesz központi lapjának kérdéseit az egykori politikai bizottsági taghoz? Én,
Én nem ilyen interjút készítenék Puzsga Imrével, igazából jó is lenne, hogyha egyszer erre sor kerülhetne. Úgyhogy megpróbálja megkeresni? Hát arról is lehet szó, természetesen mi mindenkire nyitottak vagyunk. Köszönöm szépen, Rajcsányi Gellért, a Mandiner főszerkesztő helyettese. Viszont hallásra! Köszönöm.